Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a hírhetet látják június 28-án, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Június 30-áig, azaz még péntekig lehet regisztrálni a LED csereprogramra. Kazinczy Ferenc emlékére avattak domborművet Széphalmon. Újra Mazsoret táborba várták a gyerekeket Sátoraljaújhelyen. A Sátoraljaújhelyi Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai is megtartották az előkészítő ülésüket. A bizottsági tagok 8 napi rendi pontot tárgyaltak, zárt ülésen pedig 2-t. Valamennyiben közös álláspont született, így Sátoraljaújhely város képviselőtestülete elé kerülhettek elfogadásra. Ezekben ma délelőtt döntés is született. Ahogy már beszámoltunk róla, Sátoraljaújhely város önkormányzatának képviselő testületi bizottságai megtartották az előkészítő ülésüket. Így a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai is megtárgyalták azokat a napirendeket, amelyek aktuális kérdésekkel foglalkoztak. A bizottság nyílt ülésen 8 napi rendi pont elfogadásáról döntött. Ezek között szó volt a fogorvosi körzet területi ellátásáról, valamint gyermekházi orvosi beszámolóról is. Dr. Varga Szilágyi Zita számolt be a gyermekorvosi körzetének a munkájáról. Beszámolót hallottunk, illetve kaptak a bizottság tagjai és kerül a képviselőtestület elé a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2022 évi munkájáról, illetve az előző bizottsági ülésen az 5 éves szakmai munkáját értékeltük, illetve beszámolót kaptunk Csernátonyi Éduá fogszakorvostól, dr. Szilágyi George-tól, illetve dr. Hegedűs Mária felnőttházi orvostól. Ezeket a bizottság tagjai egyhangúan elfogadták. Csernai Ferencné hozzátette még, hogy nyílt ülésen a területi védőnői ellátás átszervezésével kapcsolatos intézkedéseket is megtárgyalták. Beszámoló, illetve hát egy tájékoztató hangzott el jegyző úr részére, és ennek a szakmai anyaga készült el, hogy a védőnők július 1-től a megyei kórházhoz fognak tartozni. Itt még vitatott, hogy az ifjúsági védőnői szolgálat, illetve az iskolaorvos átkerül-e, vagy marad-e az önkormányzati feladatellátásba. Én mindet fontosnak tartom, hiszen úgy a egészségügyi alapellátás, mint a szociális ellátás vonatkozásában így számot adunk az elvégzett munkáról, tevékenységről. Nagyon fontos és törekszünk arra, hogy a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetek be legyenek töltve. Csernai Ferencné kiemelte még, hogy a felnőtt házi orvosi praxisok közül a 4-es számú még helyettesítéssel működik, amit július 1-től dr. Fera László fogja ellátni. Június 30-áig, azaz még péntekig regisztrálhatnak azok a sátoraljaújhelyi lakosok, akik részt kívánnak venni az ingyenes LED csereprogramban. Sátoraljaújhely város önkormányzata szervezésében a háztartásokban található hagyományos izzók cseréjét szeretné így elősegíteni. Egyrészt a környezetvédelem, másrészt pedig az energiatakarékosság jegyében. A jelentkezés egészen egyszerű, néhány adat megadásával kapcsolódhatnak az érintettek a csereprogramba. Csavarda régi izzót újra, ezzel a mottóval hirdette meg a közelmúltban a város önkormányzata a sátoraljaújhelyi lakosság számára azt a LED csereprogramot, amelyre még június 30-áig, azaz péntekig csatlakozhatnak azok, akiknek a háztartásában még az úgynevezett hagyományos izzók biztosítják a fényforrást. Ehhez mindösszesen annyit kell tennie a fogyasztónak, hogy regisztrál a ledcsere.hu oldalon, ami egy egészen egyszerű és közérthető folyamat, mondta dr. Fazekas Márk, a jegyző. Ki lehet választani az adott háztartás kapcsán előszoba, konyha, fürdőszoba, nappali és egyéb kategóriák tekintetében, hogy milyen típusú ledes izzót szeretnének cserélni a régi izzó helyett az állampolgárok, illetve a
fogyasztást is ki kell választani a használt órák számát, és ez alapján a rendszer kikalkulálja, hogy hány ingyenes ledízóra jogosult az adott személy, és ha ezeket mind kitölti, akkor a személyigazolványát, illetve lakcímkártyáját kell annak a személynek beszkennelni, illetve a villanyszámláját, a legutóbbi villanyszámláját az elszámolási időszak kapcsán, akinek a nevén van a villanyóra, és amint ez megtörténik, akkor egy regisztráció megerősítés e-mail segítségével tulajdonképpen sikeres a regisztráció, későbbiekben fogják küldeni minden embernek a szerződést, ami ezzel kapcsolatos, és néhány hónapon belül pedig telefonon, e-mailben fel lesznek keresve az adott regisztráltak. Ezt követően pedig a polgármesteri hivatalban vehetik át az érintettek a ledes izzókat. Az internetes oldalon a gyakori kérdések között is megtalálnak minden lényeges információt az adatok kitöltéséhez, illetve fontos, hogy a fogyasztónak legyen szerződése az MVM szolgáltatóval. Több program is elindult itt a város életében, ami a megújuló energiaforrásokat, a klímaváltozás elleni küzdelmet priorizálja. Néhány hónappal ezelőtt elfogadtunk egy SECAP tervezetet, ezt is szintén az Európai Unió támogatásával, a WWF Magyarország nevű szervezettel közösen került kialakításra ez a program. Ez 2030-ig, illetve 2050-ig különböző célkitűzéseket határoz meg a város életében, amik a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosak. Ezt a Lecsere programot is tulajdonképpen egy mérföldkőnek lehet tekinteni. Le fogunk foglalkozni a jövőben az energiaszegénységgel. Ezzel kapcsolatban is benyújtásra és elnyerésre került egy pályázat, valamint különböző fórumokon, konferenciákon veszünk részt, a vízgazdálkodás, csapadék megtartó képesség tekintetében is próbálunk olyan tendereken indulni, amik valós segítséget jelenthetnek a városnak. Aki most lemarad, mégsem marad ki a programból, hiszen az előzetes információk alapján fél év múlva újra megnyílik majd ez a felület a sátoraljaújhelyiek előtt. Túri Török Tibor, köztársasági érdemrend kitüntetett, Podmanicki, Pro-Urbe és Pro-Kultúra díjas szobrász, Krúdi Gyula díjas író adományozott Széphalomnak, Kazinczy Ferenc egykori lakhelyéül szolgáló kistelepülésnek, egy a nagy nyelvújítót formáló MERS szobrot és egy domborműves emléktáblát. Ezt ünnepélyes keretek között a hétvégén avatták fel. Széphalom volt a magyar nyelvújítás ügyének fűhadiszállása. Itt élt és alkotott Kazinczy Ferenc. A település mai nevét is a nagy előttől kapta. Most Széphalmon egy mellszobrot és egy térplasztikás emléktáblát is kapott a magyar nyelv megreformálásának első számú zászlóvivője. Ez utóbbit a 20. nemzetközi vad és halételfőző versenyen leplezték le. Rakocai Gergely itteni lokálpatrióta kért fel a munkára, meg is lepődött, hogy nem kérek pénzt érte, de hát ez így van most nálunk, és utána karolta föl a város, polgármester úr, akkor a Stumpf Marika nagy aktivitással. Mondtam itt a avató után, hogy kaland volt megcsinálni Kazinczyt, mert egy igazi, nagyon ügyes szó, igazi macsó arc. Nagyon kalandos a feje, de azt nem is mondtam itt a korábban, hogy ha van egy diszonáns személyiség, hogy vegyes a lelkülete, az átsüt a fényképen. És akkor sokáig nézem, átélem, fölszippantom a látványt, és valami diszonáns érzésön sugárzik át, és úgy nehéz megcsinálnom. Nehéz. De hogyha van egy kemény jellem, van egy határozott arc, vagy egy nagyon szép nő például, akkor fut a formázófa, akkor magától megy. Egy igazi művész számára a világot az alkotás teszi teljessé. Kitölti a legkellemesebben, legjobban az időmet, kis szűk műtermen van, és akkor ott szól a hangos könyv mögöttem, és a napi 8-10 órát olvasok gyakorlatilag, és közben alkotok. És egy olyan messzebb látok, mint a kékestetőn lennék, annyira kinyílik a világ, az alkotás öröme, és hát a hallgatott irodalom által. És hát éjjel írok, szép író vagyok, és egyébként így akkor szobrász. Így a leggömbölyűbb az életem, úgy érzem, mert a korábbi is úgy volt, hogy hát jó volt, de most lett gömbölyű. Most tudok önmagam lenni. 150 köztéri alkotásom van a Kárpát-hazába. A domborműves emléktábla a Kossuth-kertben található, a szintén frissen felállított mellszobor pedig a falu görög katolikus temploma mellett.
A Sárospataki Tankerületi Központ az idei tanév lezárásával egyidejűleg 28 pedagógusnak adományozott elismerő oklevelet az elmúlt évek kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Az intézmény vezetők által felterjesztett díjazottak között volt Bardi Miklós testnevelő tanár. A Sárospataki Tankerületi Központ 28 pedagógus részére adott át elismerő oklevelet a több éves kimagasló szakmai tevékenységükért. A tankerület közel 50 telephelyéről válogatták ki intézményvezetői javaslatra a legérdemesebb tanárokat és tanítókat. A Sárospataki Tankerületi Központ elismerő oklevelét vették át a mai napon a kollégák itt a tankerületi központban. A kiválasztásukra az intézmények vezetőit, intézményvezetéseket kértünk föl, hiszen a szakmai munkájukat ők látják közelről, és ők tudják a legjobban megítélni. Kértük őket, hogy vegyék figyelembe a hosszantartó kimagasló pedagógiai munkát, kértük, hogy vegyék figyelembe azokat az eredményeket, amelyeket hátrányos helyzetű tanulókkal, vagy tehetséges tanulókkal érnek el a pedagógus kollégák, és nyilván nem csak a versenyeredményeket, hanem a tanulók önnön magukhoz képest elért teljesítményét. A díjazottak között volt a tavalyi év során a Borsodobaúj-Zemplén megye diáksportjáért díjjal is kitüntetett Bardi Miklós, a Kazinczy Ferenc magyar-angol kéttanítási nyelvű nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola igazgató helyettese. A 43. évemet taposom az oktatásban, és ebből 42-t a Kazinczy iskolában. Hát végül is ez egy hosszú munkásság lezárásának tűnik, de hál' Istennek még bírom magam is dolgozom. Remélem még fogok is tovább. Hát több lépcsőfok volt, ami egyrészt ugye, amikor elkezdi az ember, amikor elhatározza, hogy az iskola falain belül éli le az életét, másodszor meg akkor, amikor talán először 91-ben a vezetői megbízatást kaptam, és próbáltam az iskola életét úgy szervezni, hogy a cél a gyerekeknek a minél sokoldalúbb fejlesztése, fejlődésének elősegítése, és minél többen sikeresen jó eredményeket tudjanak elérni. És hát én úgy gondolom, hogy mindig a szakmai célok vezettek a munkán során. Ugyan intézményvezető helyettes, de ennek ellenére még mindig szeret közel állni a fiatalokhoz, és személyesen készíteni őket a sportversenyekre. Ebben a tanévben is a 8-as fiúkkal a megyei döntőig jutottunk a kispályás sporti csapattal, tehát azért elég szép eredményeket értünk el, és hozzám most is oda tud jönni az elsős, másodikos gyerektől kezdve a 8-esig mindenki, és mindenkivel el tudok beszélgetni, mindenki el tudok egy pár szót váltani, és én úgy gondolom, hogy közvetlen a kapcsolatom a nevelőkkel is, vezetőtársakkal, a tankerülettel is. A pedagógus úgy véli, nagyon fontos, hogy ne változzon meg az ember. Ha valamit elkezdtek, akkor azt végig is kell vinni. Újra Mazsoret táborba várták a gyerekeket Sátoraljaújhelyen. Újné Schneider Hedvig, a csoport vezetője stábunknak elmondta, hogy a 4 nap alatt a gyerekek jobban megismerhetik egymást, a nagyobbaktól pedig megtanulhatják a botforgatást. Ahogy az elmúlt évben, úgy idén is több új jelentkező van, akik ez alatt az idő alatt elsajátíthatnak néhány lépést és forgatást, így a nyári Mazsoret esten már felléphetnek a csoport többi tagjával. Ahogy már a múlt években, így idén is Mazsoret táborra várták a fiatalokat. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ tornatermében 4 napon át tanulhatnak új táncokat a lányok, valamint gyakorolhatják a botforgatás minden technikáját. Újné Schneider Hedvig elmondása szerint ezeken az alkalmakon a gyerekek jól szórakoznak, hiszen a kicsik a nagyokkal együtt vannak, így nem csak hogy összeszoknak, hanem taníthatják is egymást. A tábor zárására pedig minden alkalommal készülnek, hiszen a nyári Mazsoret est már szinte hagyomány a rendezvénytéren. Ez egy nappali tábor, 9-től 4-ig tart, és a tánctanuláson kívül lesz mozilátogatás, betekintünk a televízió munkájába, játszóterezés, tehát egy picit kötetlenebb programok is, és hát az a cél, hogy a gyerekek még inkább összekovácsolódjanak, ilyenkor a nagyok nagyon sokat segítenek a kicsiknek, amellett, hogy dédelgetik őket, mert erre is sor kerül, hát tanítják őket táncolni.
Pénteken pedig egy önálló mazsorettesttel zárjuk ezt a programot. Pénteken 4-től a polgármesteri hivatal előtt lesz a fellépés, és hát ez egy, gondolom, 2 órás műsor lesz, hát még a műsor természetesen nem állt össze, mert hát a tábor függvénye, hogy mi lesz az, amit még bemutatunk. A táborra már várták az újakat is, így a Kis Csillag csoportban már vannak új jelentkezők, azonban egész éven van felvétel az újhelyi mazsorettesek közé. A külsősök minden alkalommal péntekenként jelentkezhetnek, júliusban lesz egy pár nap szünet, de egyébként a Művelődési Központ portáján is lehet jelentkezni, ott megkapják az elérhetőségemet, és akkor telefonos egyeztetés alapján be lehet lépni a csoportokba. Bármelyik csoportban van felvétel, van a Holdfény Mazsorett csoport, ez a legnagyobbak csoportja, természetesen ide valamilyen mazsorett alaptudás már kellene. Az Esthajnal Mazsorett csoport, ez általános iskolás lányok csoportja, és hát a kicsik, az óvodások és a kisiskolások, akikhez nem kell különösebb előképzettség, mert itt megkapják a tanulást természetesen, vagy a tanítást. A mazsorett tábor alatt a szülők mindig segítenek, hiszen minden napra készülnek 10 óraival és uzsonnával a gyerekeknek. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Június 30-áig, azaz még péntekig lehet regisztrálni a LED csereprogramra. Kazinczy Ferenc emlékére avattak domborművet Széphalmon. Újra mazsorett táborba várták a gyerekeket Sátoraljóújhelyen. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!